Mateos. Holman útjába terelte a labdát. Jennertől várják néhányan középen, de igazából csak Böde van a 16-oson belül. Érdemes nézni ezt a képet, hogy Böde jött a labda felé, a többiek pedig nem léptek be a 16-osra. Gyömbér fejesével Filip Bőnig. Pavlovics. Két perc múlva letelik a 15. Kíváncsi leszek, hogy a csendet hogyan, és hogy pontosan szakítja el majd meg a Ferencvárosi tábor. Közben Simon szerzi már meg a labdát, aztán Windeker mögé adja Simonnak. Nem sokat tudták eddig bevenni Simont a játékba. Mateos. És Holmantól pattant messzire, egészen Szabó Jánosig. Van egy Paksi, mire visszakerül a labda, és talpon már, gyors felívelés. Ibusz várja, hogy odapattanjon hozzá, és nem is hiába, hozzáteszem, nem volt esélytelen Könyves. Aki egy picit ki tudta volna tolni a labdát, akkor azért lehetett volna ebből a helyzetet teremtenie. Gyömbér. Egyelőre a teljesen visszaálló Paksal szemben nincs könnyű dolga a Ferencvárosnak. Julián Jenner próbálta megtolni, megemelni Szabó János mellett, csak a bedobásra futotta. Na, megemelkedtek a ferencvárosiak. És ez az a pillanat, amikor vége a tüntetésnek, és elkezdik a szurkolás. És talán ennek hatására begyújtja a rakétákat Leonardo, de nem értették meg egymást Holmannal. Már is más az atmoszféra, rögtön kezd hasonlítani egy futballmérkőzéshez. Bőnik a hosszú labdát. A fanatizmus melletti szurkolói tiltakozás, tehát ezennel véget ért. Ha már a szurkolók, érdemes figyelni Molnár Péter kapuja mögött a kordont, amelyet a rekordtánnál húztak meg. Nyilván arra készülnek, hogy lehet majd ünneplés a mérkőzés végén. Az is lehet egyébként, hogy a Ferencváros végül nem tud bronzérmet szerezni, akkor is lesz valamiféle köszöntés, de nyilván ennél sokkal jobb hangulatra, éremátadásra készülnek, és ehhez a győzelem a biztos út. A szurkolással együtt megjöttek a pirotechnikai elemek is, nem beszélve a zászlókról ott a háttérben. A hanggránátok is. Éger kapja a labdát. Heffer. Könyves mutatja itt a vonal mellett, hogy kérnénk, befelé a játék, Bori felé.